ugye azt beszéltük, hogy aki ahány fánkot beledob, annyit vihet haza. Bizony, bizony. Készen állunk? Először a fiú fog kezdeni, lássuk. Egy mellé. Próbáld így élével inkább dobni. Úgy, nem a... Aha, erről beszéltem, fúj a szél. Ó, milyen ügyes. Nem mondod, hogy egyből bele. Elfogadjuk, benne volt. Hölgynek lett három, ugye? Jól láttam? Három volt benne, ugye? Akkor gyere ide, kérlek, és vegyél ki magadnak hármat. Uram, egy darabot elvihetsz. És így, amíg a szülők dolgoznak, a gyerekek zabálhatnak. No, csináljunk egy közös startfotót, ide beállunk a fiúk, oda meg a lányok, állj be oda egy fotóra. Vigyázz! Kész! Rohadt! Lássuk, apáik fújják, csomagolják, lássuk! Ti pedig nyugodtan dolgozzatok, azaz egyetek nyugodtan. Én pedig közvetitek. Először is a férfiak szemeteltek szokás szerint, mint otthon. Anya bólogat. Aj, de ügyes vagy! Az apának kérünk egy hatalmas tapsot, ő nem szemetelt! Nagyon ügyes! Hogy állnak a lányok? A női csapat nem, mert szépen dagadnak a fánkok, úgyhogy szerintem jól állunk. Apának a feje is dagad, csak úgy halkan szólom, és pirul és virul. De nem baj, mindent a gyerek... is vagyunk. A hölgyek győztek! És akkor a dínó segítségével kézzel nem ér megfogni. Ilyen szokott lenni műsor közben. Itt a következő, hozol egy... Veszélyesek a fánkok, meg urulnak. Kész! Rajt! Lássuk, hogyan esznek dínóval a gyerekek. Úgy látom, hogy eddig még egészen simán halad a verseny. Nem félsz? Kíváncsi vagyok, hogy oldják meg, mikor már csak a foga közt marad a dínónak a fánk. Mert eddig minden rendben. Na uram, lássuk azt az utolsó falatot, egy nagy tapsot kérek az urra! Ole, ole,